Azt hisz szerető atyák, tisztelt konferencia, hölgyek, urak, kitartók, egy gyönyörű, nagyon gazdag szándékokban, gondolatokban, érzésekben, ami sűrösödött is Arnoldnak az előadásában is napon vagyunk túl. Nekem tisztem, hogy ezt most megpróbáljam határidőn belül és, és viszonylag összefogottan valamiképpen összegezni. Egy olyan gondolatsorral, amivel a konferencia szervezői úgy kerestek meg, hogy, de, hogy legyenek hallgatók. Mármint, hogy legyenek a következő generáció. Mi, akik már teszünk ebben valamit és te, próbálunk tenni valamit, nézzük meg, hogy kik azok, akik ebben emellett tudnak venni. Nagy, nagy örömmel láttam a, a régészek felül is, hogy, hogy, hogy ez a megszólítás, a társadalmas siasítás szokták ezt ma ilyen nagyon divatosan mondani, vagy akár a romvándor programban, hogy egy, hogy egy cég, egy cégcsoport munkatársaival áll oda és, és végez olyan áldozatos feladatot és munkát, amivel egy örökség továbbörökítése, megmaradása és így közvetítése biztosítottá válik. Többen mondták már ezeket a szavakat, Arnold éppen lelőtte a, a teljes el, felépítését az előadásomnak, ami, ami az időről, a térről, a fizikai és a szellemi vagy lelki részről szólna, hogy ez nem kell, ez nem igaz, és valószínűleg, hogy neki igaza is van ebben. De, de többen is megszólították ezeket a szavakat. Én négy, ennek a négy szónak a mentén három-három kis épületet hoztam. Az első csoport az időről szól, szerintem azért van, de lehet, hogy máshogy van, Ö, és a térről szól, Ö, valamint a fizikai és a lelki. Ha ez párba rakható, akkor annyiban az első fele az előadásnak az meglévő, megépült épületekről szól, a második fele az már hallgatók bevonásával és hallgatói tervekről fog szólni. Így próbáltam megfelelni annak a napot záró valamely előadásnak, ami, ami, ami az én tisztemként jutott. Három-három épülettel fogunk tehát haladni, ami 12-t fog összeadni a végén. Én azt gondolom, hogy itt talán a, az időtől a lelki tényezőig eljutva lesz egy komplex kép építészként, építészettörténettel foglalkozóként és építészeket tanítóként próbálom ezt megfogalmazni. Mik azok, amikkel, amikkel meg lehet szólítani ezt az, ezt, a, ezt, az örökséget, meg lehet szólítani az örökséget, értelmező értőket, az iránt érdeklődőket, és, és, és tenni. Néhány példa csak a nagyvilágból, illetve hát, ha úgy veszük, akkor európai szintérről, a romok. A romok vajon olyan tárgyak, olyan közvetítők, amelyeket újra teljesség kell tennünk azért, hogy közvetítsenek számunkra valamit? Ma én úgy érzem, hogy egyre inkább megtanít bennünket az idő arra, hogy nem. A romok úgy is tudnak közvetíteni, hogy a történetükön keresztül ténylegesen megéljük azt, hogy emberi mi voltunk, egy viszonylag rövid időszakot jelent a Földön, és ahhoz képest ezek a történetek jóval nagyobb távlatokban és távlati dimenziókban is szólnak. Egy, egy Ciszter Monostor együttesnek a felújítását Belgiumban nem az épületek tökéletessé, újra tökéletessé tevésével foglalták el magukat az építők, hanem, hanem a tereknek a megélésével egy nagyon pici részét látogató központként az egykori malmot, nyilván a kenyér, a, a ami kovászszal utána majd újra életet és formál, és ad tovább. Formálták csak meg annak érdekében, hogy a terület bejárható, nyitott területként, ma egyre inkább fontosnak érezzük ezt a külső környezetet, bejárható lehessen, és egyfajta érzelmeket is, és emlékezési lehetőségeket is, az illatok által emlékezési lehetőséget biztosít több száz évre visszamenőleg. Következő példánkban Észak-Spanyolországban járunk, a klasszikus El Camino zarándokút mentén, egy 12-13. században hihetetlenül virágzó település, több kolostorral, néhány kilométerrel lévő további templomokkal, nagyon gazdag vidék, amelynek települése, Ruesta, ma teljes mértékben romos. Nem, hogy egy euróért nem tudnak házat eladni, hanem úgy is tartják meg azt az épület együttest. Állnak a falak, tetőn nincs fölöttük, három kilométerre tör le egy olyan 13. századi gyönyörű Krisztus freskóval, mandorlásképpel bíró egykori kis kolostor, egykori kis zarándok templom áll, amelynek képeit látjuk. Lepusztult, leromlott, el kellett menekíteni az oltá freskót is a közeli, körülbelül 50 kilométerre lévő helyi múzeumban. Majd döntöttek és gondoltak egyet, nem csak a mai úgymond turisztikai divat, a kaminónak az újra megfogalmazás, ami már valljuk be, már nem csak és kizárólag lelki üdvükben meg gazdagodni akaróknak, vagy gazdagodni vágyóknak az útja, a vezetés útja, hanem ma a természethez való közelség megélésének az egyik útja is sokak számára. Újra teljessé válik az épület tömege, remélhetőleg idővel, akár csak egy replika formájában is vissza tud kerülni az apszisba az a Krisztus kép, ami nagyon meghatározta ennek a kis középkori templomnak a hangulatát. És ugorjon Szlovéniában egy kartózi kolostor együttes, több nagyon szépen megmaradt épülete mellett a templom épület tető nélkül állt, az örökség megőrzésnek különböző szintjeit látjuk az épülete, épület együttesen belül, van, amelyet ma is laknak és használnak, valamely tető alá hozva, de használat nélkül, gyönyörű parki, ha úgy vesztük a természeti környezetben, mint ahogy ez illik és kell, hogy legyen, és a templom tetejét gondolták újrafogalmazni szükséges -e teljes mértékben lezárni, hogy bár e, itt hallhattunk a, a Gönci Kolostor kapcsán is, hogy vajon ez az égi dimenzió, Péter is említette, vajon ez az égi dimenzió szükséges-e ahhoz, hogy megérjük ezt a történetiséget, még akkor is, hogyha nem tökéletes teret hozunk létre. Erre is láttunk példát Arnold előadásában is, ahogy megnyitja az égi dimenzió felé a teret, ahogy a letekintő felé-felfelé tudunk tekinteni. És a válasz az volt, hogy egy mozgatható tetőszerkezetet hoznak létre, amely becsukható, félig nyitható, teljes mértékben nyitott térré tehető teret eredményez, annak függvényében, hogy hogyan fogják ezt használni. Természetesen itt az állagvédelme, úgymond a romoknak volt az elsődleges és legfontosabb. Nézzük meg a tériség kérdését és a térben való elhelyezését az emlékezetnek egy kis kápolnát látunk ő, Ausztriából, talán nem is veszük észre, hogy, hogy ez rendelkezik-e, vagy rendelkezhetett-e egyáltalán alapokkal. Majd a képekből, a történetből felsejlik, hogy itt egy kis, egykori barokk kápolnácska állt, amit egy fogadalomnak köszönhetően egy család, egy fogadalomnak köszönhetően most megépített. Könnyű szerkezetből, a legtermészetesebb módon kiegészítve azoknak az alapfalaknak a dimenzióit, amit természetesnek érzünk. Egy olyan helyen, ahol nagyon jól tudjuk, hogy számos családi fogadalomból épült kápolna, de gondoljunk csak akár a Kárpát-medence ilyen kis, kis szakrális emlékeinknek a történetére. Vannak olyan példák, amikben én magam kevésbé hiszek, és remélhetőleg Magyarországon nem is feltétlenül kell, hogy ilyenek megjelenek, amik inkább művészeti értékként vagy művészeti alkotásként inkább saját magukat definiálják, kétségtelenül, kétség, kétségtelenül érdekes kompozíciókat eredményező formában. Egy olyan kis kápolna tömeg megidézéséről van szó, ahol, ahol egy ilyen hálós vas, fém szerkezetből gyakorlatilag az épület tömeg feltöltését biztosító, ha úgy veszük, akkor kalodát építenek meg. Nyilvánvalóan ennek művészi vonatkozása értéke érdekes lehet, úgy állunk egy térben, vagy úgy állunk egy téri forma megidézésében, hogy közben a természetet, amit ugye elvileg kizártunk éppen a tér formálással, vagy a térfalak formálásával, a természeti környezet rajzolja igazán a képet erre a szerkezetre de jóval egyszerűbb eszközökkel is. Nagyon jól tudjuk, hogy jóval egyszerűbb eszközökkel is ezt el lehet érni. Ugyanez a, egy, egy kis olasz példa, Párma mellett, egy kis zarándokút melletti erdő nyiladékban látszik meg egy, egy ilyen emlékezett pont, ami nem többből, mint egy falból és egy keresztből áll. Amelyet, hogyha ha nyiladékból nézünk, akkor szinte észre se vesszük, vagy hogyha akarjuk, és akkor észre is vesszük a, 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 természetes környezetben azt a művi, nagyon határozott, de mindenki számára ezer éves szimbólumként, kétezer éves szimbólumként nagyon határozott a megjelenő keresztformát, ami azért hív minket, hogy leüljünk kontemplációt biztosító kis térként, eltöltessünk néhány percet, és folytathassuk utunkat visszatérve az arándokösvényre. És akkor a másik szegmense az előadásnak, bízom a jól tartva az időt. A másik szegmense az előadásnak, a hallgatók, az építészek, a leendő építészgenerációk, akik teret, remélhetőleg teren, téren keresztül, meglátásom szerint időt befoglalva, ha azt nem is formálva, de megjelenítenek dolgokat. Három kis projektet hoztam, ami a 2000-es évek első évtizedében fogalmazódott meg, két magyarországi és egy, és egy, németországi példát. Talán a németországi példával indítva érdekesség az, hogy a, egy amerikai egyetem, az IIT Chicago college hallgatói jöttek Németországba, Nyilvánvalóan ebben van egyfajta Európa újra visszafedezése, vagy felfedezése, most ebben nem menjünk bele a kultúr kérdésekben. Érkeznek Németországban, hogy a, be, hogy, a, hogy, a hogy a saját, saját tudásuk kapcsán egy kis workshop jelleggel, mert egyfajta ilyen építő tábor jelleggel megépíthessenek egy kis kápolnát. És majd akik erre érzékenyek, azok csak azt figyeljék, hogy, hogy, a, hogy az igaz szerkezet kérdése és a, és a látvány kérdése mennyiben különbözik ezen, illetve a két magyar példa között. Vázas szerkezeti rendszert látunk itt, miközben a ház valójában valami fajta nehézséggel, körbeve, bennünket, mintha egy körbe, gerendákkal körbevet farakással, nekem mindig a, a jutnak erről eszembe, de majd meglátjuk, hogy talán másoknak is, a hallgatók egy olyan teret idéztek meg, amely, amely körbeölel bennünket, és utána felnyílik. Ugyanezt a munkát végezte el Cigány Tamás, Pannonhalmi, Bencés apátság Lábánál Csiedervölgyben egy kis zarándokkápolnát emelt, hallgatok segítségével, hallgatókkal együtt gondolkozva ezen, de mérnöki tudással is mindezt kiegészítve, rétegelt fa szerkezetekből megépítve egy olyan kis kápolnát, amelybe egy egyszerű belépéssel, ajtónélkül, egy, egy fordulattal belépve egy nagyon-nagyon személyes térbe, és a személyes tér fölött feltáruló, könnyed szerkezetben, gyakorlatilag a, együtt lélegezve, azzal a kis erdő szelettel, ami körbeveszi ezt a kápolnát, élheti meg hárman egyedül, vagy hárman, vagy nyolcan, vagy tizenketten azt a közelséget, amellyel Istenhez fordulva lelki nyugalomra lelhetnek. Mi szerény eszközeink között Igyekeztünk ezt az építész hallgatókkal Budapesti Műszaki Egyetemen is megjátszani. A, hallgatóktól, a hallgatóknak az volt a feladatuk, azt a feladatot találtuk ki a kurzus keretén belül, hogy a legtermészetesebb módon, ahogy az ember megtalálja a vizet ahogy leás egy kutat, hogy megtalálja az élet forrását, ahogy a kútba betekint, és arról visszaverődik egy, egy, igaz kép, akár a fölötte lévő igaz mennyboltnak a képe, tervezenek egy kutat, amit meg tudnának építeni. És majd ebből a kútból gondolják tovább, hogy milyen jellegű kápolnát, tehát szakrális teret tudnának megfogalmazni. Ebből a szerény lehetőségek mentén a útnak a megépítését tudtuk vállalni, ebben gondoskodó személyek támogatásával, nem túl sok pénz, de nagyon jól tudjuk, hogy soha nem egyszerű még a legkevesebbet is előteremteni. Egy kútházat terveztünk meg, modelleztünk meg elemeiből, majd a helyszínen összerakva, hallgatókkal együtt egy kis sportpályához, egy templomkertben egy kis sportpályához hozzákapcsolódva modelleztük meg ezt a kutat, amely amely önnön -ön tükrét adja vissza annak, aki beletekint. És három további példa, amely már kifejezetten pálos ö, helyszínekhez kötődik, és, ö, és, nagy örömmel láttam egy olyan képet itt több előadásban, és lehet olyan nevet, ami, ami számunkra, építészgeneráció számára nagyon-nagyon meghatározó. Talán mindenki tudja, hogy Bükszentlélek ö, Buzsik Tamás számára, aki az én mentorom volt gyakorlatilag az egyetem során a tudományos kutatásaimat, illetve, illetve a doktori kutatásomnak a támogatását is neki köszönhetem. Tamásnak halálának tíz éves évfordulójára egy kis hallgatói pályázatot írtunk ki, és modelleztettünk hallgatókat annak tekintetében, hogy ezt a nagyon-nagyon fontos helyszínt, melyet ő gyerekkora számos évében, nyarán megélt, és nagyon-nagyon fontosnak tartott. Innen mindegy 200 méterre szóltuk szét a az örvényes körről. Miként foglalkoznának, miként védenék, miként gondolják tovább örökíteni ezt a, ezt a kis emléket, amely egy nagyon-nagyon fontos helyfoglalásról szólt. És látjuk, hogy valahol a 2010-es évek elején ez arról, arról szólt, hogy igen, hát valahol a, valahogy azt a tárgyi emléket, ami még itt, itt van, és jelen van, és közvetít, ezt próbáljuk megvédeni egy olyan úgymond védőtetővel, melynek tartó pillérei az őt körbevevő gyönyörű természeti környezet fájénak az abstrakciójáról szólnak, egy olyan tetővel, amely geometrikus rajzolatával egy határozott metszetet ad a világból, egy védő pajzsot ad a világból, de a falak fölött tömör felületként, a köztes részeken pedig perforált felületként szinte átírja, újraírja absztrahálja azt a természeti környezetet, amely évszázadokon keresztül, vagy akár csak egy életúton keresztül egy-egy szerzetesnek az élet terét, környezetét biztosította. Erről szólt ez a hallgatói pályamunka, amelyet ö, ö, Bálint és ö, Ádám készített ö, akkor. És nézzünk meg évtizeddel később két hallgatói diplomatervet, ö, egyik kőkútra, mondjuk már Salföldön ö, ö, épített ö, elképzelést mutat, ahol, ahol, a hallgatóknak, ha úgy veszük, akkor most már egy évtizeddel később, és nagyon-nagyon sok mindent megélő generáció hallgatóinak ö, ö, viszonyulását tapasztalhatjuk meg, miként tudnak viszonyolni a láthaton túl valamifajta szellemi, lelki ö, kapcsolattal ahhoz az örökséghez, amelyet ezek a kövek fizikai valójukban közvetítnek számunkra. Akár a kolostor kerengőnek egyfajta kis kontemplációs térként való megélése, mint ahogy eredeti formájában ez ezt is szolgálta, összetartó és összekapcsolást is biztosító helyként, védelmet nyújtó helyként, egy kis könyvtár, ami ezt a szellemi kultúrát viszi tovább, és ez egyfajta-egyfajta ilyen toronykilátóként jelenik meg, már egy picit távolabb lépve a kompozíciótól. És ezen elemeknek az arányosságából adódóan a legfontosabb, akár mondjuk a, a káptalani teremnek a megjelen, megjelenítéséről szolgáló kis elemekből építkező gondolat az, amit látható. És Buda Szent példája, mocsánat, Buda példája, ahol ez a, ez a gondolatmenet ugyanegy ugyan ugyan ilyen jelleggel, egyfajta iratokkal, átiratokkal, tér átiratokkal, a fizikai valóság átirataival, szellemi átirataival, lelkileg megélhető szituációkat biztosító terekkel fogalmazódik meg, egy kis erdei kápolnával, ahol a természettel való kapcsolat egy kis toronyépülettel, ahol a, az elmélyülés, de közösségben és a kultúrában való, a történelemben való elmélyülés lehetősége. És ugyanúgy az a kert, és ugyanaz, ugyanúgy az Özsép kápolnának egyfajta ilyen kis megemelése, vertikumban való kivetítése jelenik meg, könnyed szerkezetekkel, amelyek bizony, miről szólnak? Tériformálásról, az idő lehetőségéről, ami nagyon jól tudjuk, hogy az épületanyagok vonatkozásában, mint hogy az emberi test vonatkozásában is az elmúlásról, de egy következő perspektíváról szólnak. Ezzel a három, három, három példával, illetve hárommal, tizenkettő példával, mint a mai jó, mai jó gyakorlatokat, amelyek Európában különböző szakrális helyszíneken nagyon-nagyon másodatságú, de gondolatokat ébresztő megfogalmazásokkal bírnak. Egy kicsit a térről és az időről próbáltam összefoglalást adni, és remélem, hogy a hallgatói munkákon keresztül az új generációnak és a következő építőknek, a remélhetőleg kezükkel is tevékenyen dolgozó, de a szellemi munkájukkal, lelki tereket teremtő építészhallgatóknak a munkáiba is betekintést nyújtottam. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!